Szeretettel köszöntöm a kedves tévénézőket és a Színtér mai vendégeit, Gál Ildikót és Koltai Robertet. Itt az ölemben egy nagyon szép kivitelű könyv van, Koltai 80, hát ez nem is nagyon hiszük el, de az, ami fölötte van, hogy filmes könyv, és hogy írtad, a riportokat készítetted, összeállítottad, te Ildi, ezt a nagyon szép kivitelű, nagyon sok fényképpel, sok fotóval díszített könyvet. Ebben vannak interjúk, vannak, amiket te készítettél, vannak kritikák, vannak visszaemlékezések. Te azt írtad, hogy ez egy szubjektív szociológia. Szubjektív monográfia. Monográfia, pardon, igen. Szubjektív monográfia, és a legelején ugye a bevezetőben el is mondod, hogy hogy ismerkedtél meg először Robinak a filmjével 30 évvel ezelőtt, és hát jelen pillanatban meg te vagy a társa az életben is, és a munkában is. Rengetegen megszólalnak, akik téged szeretnek, tehát a kedvenc zeneszerzőid, ugyanúgy Dés Lászlótól, ugye mondom, a D betűsök, a Darvas Ferenc és a Dés László, de például itt van producer is, ugye a Bunyik Béla, a Los Angeles-i producer, meg színésztársak, vannak filmekről, amiket te rendeztél, vannak rendezésekről, amikben szerepeltél, és vannak ugye olyan filmek, amik fontosak az életedben. No, de kezdjük az elejével, mert gondolom, rengeteg dolog ki is maradt, mert hát nem lehet mindent belerakni, mert ugye a saját filmjeidről van mindenféle írás, amit mások írtak, vagy te kérdeztél készítőket, forgatókönyvírókat, de hát rengeteg produkció van, amiben ugye a Robi szerepelt. Tehát neked itt nagyon komos szerkesztői feladatod is volt, úgyhogy elsőként előbb az Ildit kérdezem. Hogy miért ezek vannak benne? Hát ettől szubjektív monográfia, azok vannak benne, amire én voltam elsősorban kíváncsi, és hát messze nem csak a Robit éltető, nagyon dicsérő szavak vannak, hanem én arra voltam kíváncsi, hogy ki hogyan dolgozott vele, ki mennyire tartja, ugye ez volt az alapkérdés őt filmrendezőnek, hiszen ő egy színész, aki filmeket rendezett. Ugye ez volt az első kérdésed is, hogy filmrendezőnek tartod-e magad? Igen. Mm-hmm. És hát mondom, azokkal, alapvetően azokkal beszélgettem, akikből szerintem összerakható egy olyan Koltai Robert filmes kép, akik erről tudnak mondani, akik dolgoztak vele, akiknek élménye van erről az egészről, pozitív vagy negatív véleménye. Akartam összerakni egy olyan könyvet, amiben benne van az, ahogy ő rendezőként dolgozott, az, ahogy ő színészként dolgozott rendezőkkel, egyfajta előzményként, és benne van az is, ahogy mi dolgoztunk együtt filmes, meg nem annyira filmes munkákban. Hát Robi, itt a színészek közül Kern András és Gáspár Sándor van. De hát akár lehetne az egész kaposvári társulat, tehát rengeteg mindenki beszélhetne rólad, meg a filmjeidről. Azért a Gáspár Sanyival nem csak a... illetve elsősorban a film szerepek kötnek össze. Színházban nem adatott meg, hogy együtt játszunk, és hát azért ő egy nagyon-nagyon alap ember. Meg hát Kern is. Hát arról nem is beszélve. Nem is beszélve. Képzeljétek el, karácsonykor mi a Szambát néztük meg a fiammal, nem tudom hányadszor, és ugye tudom, hogy van valami szamba klub is, mert az a rengeteg szlogent, ami elhangzik a filmben, ezt így tudják? Tehát van, aki még most is? Tehát ezek a filmek ugyanúgy élnek a mai közönségben, az újabbakban, a fiatalabbakban. Szent Gotthárdon van egy fiatalember, most már ő se annyira fiatal, de ő szamba őrült, és gyűjtött, egy szamba klubot hozott létre, amiben a belépéshez is, meg egyáltalán a jelenléthez is azt kellett, hogy a filmből tudjanak fix idézeteket. Tehát amik így megmaradtak bennük. Igen, hogy szeretnék kavarogni. Hát nem tudok kavarogni. Nem tudok kavarogni. Hát ezek óriási. De hát az egy színházi alapú film. Így van. Amiben rengeteg saját élményt, saját mondatokat tudtam beépíteni, tehát amiket... A véres én hurka például. Renged, a véres hurka, ugye mindig azt teszik ott a Premier Bankettán. Azt a Lukács Andornak köszönhetem, mert ő rögtönözte, és nagyon sokat rögtönöztünk egyáltalán. Tehát ez, hogy én mindig véres hurkát kajolok premieren. Kuslidi!
és a feleséged finoman visszafogta. Egyébként ebben a könyvben, amellett ugye, hogy te mondod, hogy beszélgettél, mondjuk egy vágóval, mert nem mindenki tudja, hogy mennyire fontos egy filmnél például a Miklós Mari. Hogy mennyire fontos, ugye mondtuk, hogy itt van ez a Bunyik Béla, egy producer, hogy a forgatókönyvíró. Tehát, hogy amikor te kiválasztottad így a fontosabb etalon szereplőket, akkor neked mi volt az elképzelésed, hogy mi mindent mutass be a civileknek is, mert ez a szakmának is egy nagyon jó könyv, és rengeteg anekdóta meg sztori van benne, úgyhogy olvassák el, ezt javaslom a kedves televíziónézőknek, de hogy a szakmának is. Hát én egyszerűen csak kíváncsi voltam, és tulajdonképpen mindenki, és nem az volt a fókusz, hogy kiderüljön, hogy mit csinál egy vágó, vagy mit csinál egy producer, vagy mit csinál egy, nem tudom én, gyártásvezető, olyan is van. Nem, hanem az volt a fókusz, hogy a Robiról mit gondolnak, vagy a Robival hogy működnek együtt, és persze mellesleg kiderül, hogy egyébként egy filmben miféle szerepe van, visszahozhatatlan és nagyon fontos szerepe ezeknek a szakmáknak, persze. És ezekről valóban keveset tudunk úgy általában, de mondom, a fókusz az volt, hogy kifejezetten a Robi filmjeiben nekik milyen szerepük, viszonyuk, helyzetük volt és adódott. Robi, a külföld, mert az sem mindenki tudja, hogy ti azért ezekkel a filmekkel kijutottatok, úgyhogy nem csak itt voltak óriási sikerek, meg ugye a Vajna kapcsán is itt lehet olvasni, meg ugye Amerika, hát ez egy mekkora nagy dolog, hogy valaki egy ilyen magyar filmmel, és hogy ott is sikeres. Én még mindig abban vagyok, hogy velem történt ez a sok csoda, hogy filmet rendezni, ez nagyon messze volt tőlem. Pláne a kaposvári első években, amikor örültünk, hogy élünk, volt néhány erős, nagyon erős ember, mármint a társulatban, gondolok itt a Zsámbéki Gáborra, akivel együtt mentünk le, később a Babarci, és sorolhatnám a magyar rendezők krémjét. Tehát egyszer csak ott volt az Asher. Tehát egy varázslatos légkörben egy ilyen vadat elképzeltem, hogy én azért már nagybátyámnak szóban mondogattam mindig, aki nagy lóversenyes volt, hogy Gyuszi bácsiból még egyszer filmet csinálok. Erre semmi, erre igaz, még most se hiszem el, hogy ezek nem hogy elkészültek, hanem hogy bejárták még Los Angeles-től Chicagóig, és nem csak az az egy film, hanem még több film jött. Ez valami felső sugallat. De itt az Amerikához azért hozzátartozik, hogy Bunyik Bélának az volt a küldetése, ő ezt mondja saját magáról, hogy a magyar filmeket, és nem csak azokat a magyar filmeket, amelyek az ottani magyaroknak mondanak valamit, hanem hogy annál szélesebb körben is terjeszthető magyar filmeket bejuttassa az Egyesült Államokba, és nem csak oda, hanem Kanadába is, és ő egy időben kifejezetten ezt tartotta a hivatásának, hogy a magyar filmet megismertesse az amerikaiakkal, úgyhogy főleg neki hála érte. Ez nagyon jó, ez nagyon fontos. Azt mondd meg nekem, Robi, hogy én úgy érzem, hogy amiről itt beszéltetek végig, hogy a szeretet az véglengi az ő filmjeit is, az életét is, a hozzáállását a produkciókhoz, hogy vannak olyan etalon emberek, én úgy éreztem, amikor olvastam ezt a könyvet, például a Dés László, aki fontos neked, hogy ő mit mond, tehát ő hogy látja, hogy ő hogy segíti a te munkádat. Ez hogy működik? Annyira, hogy nem csak, hogy fontos, hanem bizonyos pillanatokon, ha ott volt a forgatáson, a pillanatnyi üzemzavart átsegítette az ő látásmódja, az ő, nem azt mondom, hogy filmes, hanem művészi ereje, és sokszor a zenéje. Például, hogy a Sose halunk megben fontos dramaturgiai szerepe lett azzal, hogy bizonyos jelenetekben, amikor kicsit tanácstalanok voltunk, hogy nagy, hogy folytatódjon, akkor olyan zenét írt, ami a válfa árusítást megkönnyítette a végén, a gyereknek.
mármint aki én igen, voltam. Igen, összefoglalta egy zenei dramaturgiával, összefoglalta azt az egész történetet, hogy elindul a nem tudásból, aztán egyszer csak megérkezik oda, hogy már sikerül, és ezt egy zenei ívvel összefoglalta, lehet, hogy csak, mit tudom én, egy-másfél percben. Mint hogy az egész film a naivitásából indul a gyereknek, és a végén már mester. A legelején még azt se tudja, hogy kell egy lányt megpuszilni. Aztán férfivá válik. Akár csak te, mint filmrendező. Ja, azt hiszem, hogy én, mint férfi. Nem, hogy te is ugye elkezdted először bizonytalanul, Hájó Kovácsként, és aztán tessék, mi minden lett belőle, és hány film lett belőle, és mennyi történet, és mennyire szeretnek téged az emberek. Én azt hiszem, amikor azt mondják, hogy egy film közönségfilm, ez a legnagyobb szó, amit mondhatnak. Nem? És de, érzed, de. Te ezt érzed, gondolom most a könyv kapcsán is, de hát eddig is az elmúlt évtizedekben mindig ezt a szeretetet. Igen, és itt a könyvnek van még egy nagyon nagy plusz behúzó ereje azzal, hogy olyas valaki is szerepel, aki már 5 éve nem él, egy olyan esztéta, Király Jenő, ha a filmesek meg kimondják ezt a nevet, akkor a nagy filmesek is mind elájulnak. És hogy ez a Király Jenő úgy szerepel a könyvben, Ildi talált néhány nagyon jó részletet a könyvéből. Igen, úgy igen. Elemez, mint hogyha most direkt mondok ilyen nagyot, mint ha én a Fellini lennék, vagy a Jancsó. Tehát úgy elemzi a Sose Aludj meg című filmet, amit én egy jópofa megoldásnak gondoltam, ő levezet abból tudományosan, filmtudományosan, megrendítően szép dolgokat, hogy mi mindent jelent ez. Ez ugyanaz, mint hogy gondolta a fene. Én azt akartam, hogy erre volt arra, hogy gondolta a fene, de nem baj. Mire gondolt miközben? Én nem gondoltam, nem is gondolhattam, de ő olyasmit is beleérez, belelát, ami miatt a közönség ezeket megvette és szerette. Hát ezért jó a szerkesztés is, amit az Ildikó még az írás mellett művelt, és például Békés Pál, aki szintén nincs már közöttünk, ugye az ő kritikája is ugyanígy szerepel. Igen. Tehát ezért is fontos ez, hogy a beszélgetés és a szubjektív visszaemlékezések mellett vannak ezek a kritikák. No, de a szeretet, az most hogy nyilvánul meg? Tehát hogy érzed? Például a könyv iránt. Hát még nem verik szét a könyvesboltokat, szóval legalábbis nem hallottam, hogy... De úgy hallom, hogy aki olvasta, az szereti. Jók a visszhangok egyébként, igen. Nem csodálom. Eladási statisztikákat nem láttunk még, mekkora is volna, de igen, jók a visszajelzések. Nekem az is tetszett benne, hogy nem csak a rendezések, hanem utána a főbb szerepek. Tehát, hogy végül is a... Hát abból lehetett többek között, igen, rendezés. Igen, tehát a Rózsa, hogy... János, hiszen még, hogy 5 filmben is játszottál. És ezt én is Péter utólag vettem észre, hogy mennyiszer gondolt rám. Meg a Tímár Péter is. Igen. Például ugye az egészséges erotika. De volt még, ugye? A panel kapcsolat például, a Tarbélából. Tehát erre is ugyanúgy visszautaltok. És mennyire jó ez, mert én például bejelöltem magamnak, hogy melyek azok a filmek, amiket ennek kapcsán a könyvolvasata után, igen, hogy újra meg szeretném nézni, mert nem mindenre emlékszem. Itt mondom el, hogy a könyvnek a végén van egy QR kód, amiben ugyan a Tarbéla filmet nem lehet látni, de a QR kódra rákattintva pár ilyen filmes csemegét azért igen, például egy debreceni lakásszínház házban rögzített beszélgetést, ahol egyébként 3-an beszélgetünk, a Robi, Dés László és én, de nem az a fontos, hanem az, hogy egy idő után ők ketten dalra fakadnak már, mint hogy a Dés elkezd zongorázni, és ketten énekelnek. Ez kuriózum, mert ezt az a 100 ember látta. Úgynevezett QR kód, mondom, rákattintani. Szóval, hogy ez csak az a 100 ember látta, aztán amiket mi csináltunk közösen, filmek, mert ugye annak a jogaival rendelkezünk, azokat tehettük rá. De megnézhető például ez a demencia kisfilm, amiről... Ez is egy egyedi dolog, ami hozzátok kötődik, és fontos beszélni róla. Igen, tudom. Ugye, én amíg a Batánk felét láttam, emlékszem, amikor akkor ismerkedtünk meg azon az előadáson, tehát gondolom az is egy ilyen előfutára volt ennek. Igen. Ugye?
Na, igen, ez úgy volt, hogy volt ez az előadás, az Abba Tank felé című, ami egy alapvetően egy demencia történet, ketten játszották azt is, akkor Robi és Szirtes Balázs, és azt akartuk, hogy ez a történet legyen orvosi szempontból, meg mindenféle szempontból is a lehető leghitelesebb, és amikor már ment, meg már tudtuk nagyjából, hogy milyen lesz, akkor szerveztünk egy olyan előadást, amin ott voltak orvosok, demenciában érintett gondozók, sokan, akik foglalkoznak vele, és akkor abból kinőtt egy országos turné, ezt nagyon-nagyon sok helyre elvittük, és utána jött egy felkérés, hogy mi lenne, ha csinálnánk ebből egy icipici, egy 10 perces filmet, ami a demenciának a legalapvetőbb helyzeteit próbálja feldolgozni, ami kívülről nehezen érthetőek olyan helyzeteket, például, hogy amikor alkonyodik, akkor nagyon sok, és ez egy klasszikus tünet, demenciában szenvedő ember azt mondja, hogy haza akar menni, akkor is, ha otthon van. Tehát, hogy van erőt vesz rajta egyfajta nyugtalanság, tehát például ez az egyik jelenetnek a témája, és így épül fel 5 pici etapból, az első elfelejtésből az odáig tartó állapotig, hogy már nem ismeri meg a családtagjait. Én is csak egyetek erről a két szereplősről is, az Elekferisről is, hogy ennek honnan jött az ötlete, meg hogy hogy valósítottátok meg. Átadom a szót. Hát engem nagyon izgatott mindig is a kékszakállú története. Gyilkos vagy nem gyilkos, szavakkal öl, vagy ténylegesen, hova lett az a 4 nő meg egyáltalán. Ugye mi csak a Judit történetét ismerik, ugye a Balázs Béla így szövegből, van, meg a Bartók operából. Így van, pontosan. És nagyon érdekelt, hogy mi történt a Judittal, mi történt azután, ahogy képletesen bezárult mögötte a 4. ajtó. És akkor ez egy olyan történet, amiben a mi kék szakállunk egy író, aki már nagyon idős, tulajdonképpen halni készül, és nem akar úgy elmenni ebből a világból, hogy azt, amit a nőkről tud, azt át ne adná valakinek, aki arra méltó. Ez a Robi figurája. Az Elekferi figurája pedig egy ilyen kamaszkori szerelem okán, amikor az csak egy plátói, egy becsípődés, plátói szerelem volt, mint később kiderül a Judit iránt, soha nem volt köztük semmi, csak imádta, de az eltűnt Judit után elkezd nyomozni, és megtalálja a Robit, bekerül az ő házába, és lezajlik köztük egy ilyen szerintem nagyon izgalmas lélektani pszichójáték, egy ilyen macska-egér küzdelem, amiben a Robi célja az, hogy próbára tegye folyamatosan az Elekferit a tekintetben, hogy alkalmas-e tovább vinni ezt a kékszakálluságot. Az Elekferi meg nagyon szeretné tudni, hogy hova lett az ő egykori szerelme. És nem árulom el a végét, de erről szól a történet, hogy ők ketten a nőkről beszélgetve próbálnak egyről a kettőre jutni. Nagyjából ennyi. Hát feltétlenül meg először kell nézni. Ebből csináltunk egy szobaszínház? Hát igen, a Kugler Art Szalomba csináltunk egy színjátékot, ebből a két szereplős dologból. Az egy félig meddig felolvasó színház volt, és ebből jött az ötlet, hogy... De ki ne hagyjam, hogy itt azért a szerzőtárs volt Selmecibe a dramaturg, aki nagyon sokat segített, és van benne egy szerintem nagyszerű zeneszerző, improvizáló művész, egy csellista, akit Kertész Endrének hívnak. Ő az előadásban is benne volt, és a filmen is megjelenik. Nagyon izgalmasnak tűnik. És egy 40 perces film született. Uh-huh. 44. 44. Uh-huh. Rendhagyó irodalomból szokott a... Írva. 50-50 írva, de most ezen ne bolyoljunk bele. Mindegy, de szóval igen, tehát egy 3/4 óra nagyjából. Igen. Hát az még lehet figyelni, az a jó benne, mert néha hosszú előadások nem jók, már nagyon hosszúak, a nagyon rövid. Megint azért nem, mert nagyon rövid, hogy biztos, hogy nagyon izgalmas lesz. Azt mondd meg, Robi, mik a következő tervek? Hát, következő tervek a 90. születésnapra. Előkészül, még 10 év van, de... Van-e filmterv? Nem. Nem szeretnél újabb filmet forgatni? Ezt megvárom, hogy ez hogy sikerül ez a film. Ez is. Meg hát azért meg lesz a bemutatója annak is, amire az előbb utaltál, arra a sok színész foglalkoztató krimi, aminek az volt a cím, hogy ma este gyilkolunk, annak lesz idén a bemutatója. És az nagy mozifilm? Az mozifilm. Az nagy mozifilm. Tehát azt már később láthatjuk a televízióban, de akkor láthatjuk a moziban. Az nagyon jó, nagyon jó. És hát neked van egy remek önálló este. Gondolom azzal még járod az országot. Minden este más kicsit. De akkor meséld el, hogy ebből a könyvből is készülni fog egy este, mert meséld már el, hogy volt az a születésnapi megemlékezés, ahonnan jött ez az ötlet, hogy elmeséled?
Te meséld el. Voltunk, ugye Robinak a születésnapján készült egy olyan beszélgetés, ami tele volt filmes bejátszásokkal. Csupa olyan filmes bejátszással, amin például az édesapja verset mond. Ja. Ezt erre gondoltam, hogy nem mesélni. Volt egy olyan, többféle este járjuk az országot az Ildivel együtt. Ez egy olyan szempontból volt különleges, hogy a Jakubcsek Gabi volt a kérdező, de ehhez kellett mindenféle anyag. Ki volt a? Radnai Péter szerkesztette a hozzávaló felvételeket, amiről mi nem is tudtunk. Hétpecsétes titokként kezelve a dolgokat. Születésnapi meglepetés volt. Igen. Családtagjaimat lerohanták, és 500 néző ült Tatabányán egy, még a színháznál is nagyobb teremben. Uh-huh. És általában az önálló estjeimet apukámmal szoktam kezdeni, hogy az ország akkori egyik legjobb versmondója volt, csak nem volt nyilvánosságra hozva. De otthon csodálatosan mondott verset. Ugye? Nem volt hivatásos. De úgy mondott verset, mint a legnagyobbak, a szünetek, szóval mindent tőle kaptam. Ezt én láttam ezt az egyik ilyen önálló esben is, ahogy te így idézed. Na, és mindig ezzel kezdem, ezzel kezdem az esteket, hogy apukám, és hogy mondott verset, és utána szoktam én a Péter bátyjába belekapni. Kivéve, ezen a Jakubcsek féle esten én bemondtam apukámat, és abban a pillanatban lement rólunk a fény, és mögöttünk nagy vetítőn, kivetítve apukám, amikor azt a verset mondja, amit 2 hetes koromban mondott nekem így az Almási téri padon, Petőfi Sándor fiam születésére. És hát gyönyörű volt apukám, nagyon helyes, és csodálatosan mondta ezt a verset. De milyen jó, hogy megvolt ez a felvétel. De ez nem volt találni. Meg. Úgy szerezte meg a Radnai Péter, hogy először fölhívott engem, mondtam, hogy tudjuk-e. Erre mondtam, hogy a lerohanta mindenféle. És aztán a Jutka húgától, akinek megvolt ez a felvétel. Nekem hangban volt meg ez, mert hagyott ránk apukám egy kazettát, amin ő mond verset, énekel, amikor olyan kedve volt. Mikor készült a végre, a búcsúzásra, akkor hagyott hátra egy ilyet. De jó, egyszer jó, csak megjelent ő maga, és azt alákeverték, ahogy ő mondja a fiam születésére. Ide fiamat a kezembe. Vagy kétszer is mondja, ide fiamat a kezembe. Azt mondom, kétszer, igen. Hadszorítom a szívemre őt. Mintha volnék újonnan teremtve, hogy életemnek ifjú lombja nőtt. Kis parányom. Tudom, az én Jövendőlés című darabomban ez benne van. Itten állok, nézem képedet, kell-e pap? Öröm könnyeimmel keresztellek én meg téged. Csillagász lett végre is belőlem. Itten állok csillagom előtt, arcvonásit hosszasan szemlélem, s találgatom a távol jövőt. Itt nem tudom pontosan, szóval kis parányom, ha majd megöregedem, iparkodni fogsz túltenni rajtam, vagy betöltöd legalább a helyem. Vaj, ha egykor ekép szólalának, nem búsulva sírom szélinél. Meghalt, de nincs kára benne a hazának, nincs. Mert lelke a fiában él. Hát, gyönyörű. Így kezdődött, és mi ott ültünk a színpadon, meg se tudtatok szólalni. De hogy ahonnan ide kanyarodtunk, az, bocsánat, csak hogy befejezzem a gondolatot, hogy ebben a beszélgetésben volt egy csomó filmes bejátszás is az édesapján túl, különböző filmekből, amik egyébként kapcsolódnak a könyvhöz. És az volt az ötlet, meg a kérés, hogy mi lenne, hogyha csinálnánk ebből is egy olyan önálló estet, amivel utána aztán el lehet indulni szerte szét az országban. Könyvvel, filmbejátszásokkal, apukája versmondásával, meg ezzel az egésszel. Ez nagyon jó ötlet egyébként, és hát biztos vagyok benne, hogy nem csak azokon a helyeken várnának vissza, ahol az eddigi estjeiteket látták, hanem még újabb helyeken is. Egyébként Judit egy szenzációs valaki, mert az én születésnapomon is ott volt most a fészekben. Úgyhogy nagyon aranyos Hugom. Volt. Igen, képzeld el. Úgyhogy, mert nekem is volt egy születésnapom, mert ugyanígy decemberben, hát ugye mi nyilasok, ugye? Ugye így van, és ő eljött oda, és nagyon aranyos volt tényleg. De
szeretem. De még egyet mondjál kérlek, hogy ha már arról beszéltünk, hogy mi van még, mert ugyan filmes terv nincs, de elkészült a Thomas Mann. Ja, igen, most lesz a szobaszínházi bemutató. A Kugler, Kugler szalomba szintén. A Thomas Mann Halál Velencében című. Ez egy nagyon komoly regény. Ildi színpadra alkalmazta valahogy, én meg mi? Igen, hogy csináltunk belőle egy ami volt már tulajdonképpen kétszer így kipróbálva kicsit, hogy az hogy néz ki, még azóta alakítgatunk majd rajta, és január 26-án lesz a Kugler szalomban, úgyhogy a Robi, hát lényegében olvassa ezt a szöveget, de le van róla szedve minden más az Aschenbach szövegén kívül, és az benne a nagyon izgalmas, hogy ezt a Thomas Mann úgy írta, egészen döbbenetes, hogy egyes szám harmadik személyben beszél. Aschenbach ide ment, azt gondolta, ezt csinálta, azt csinálta, és közben 100%-ig azonosulsz vele. Tehát olyan, minthogyha azt mondaná, hogy én. Tehát nagyon-nagyon izgalmas nyelvi meg lélektani játék ez az egész, és ez lesz, és Darvas Feri fog mellette zongorázni, improvizálni. Hát akkor tele vagytok ötletekkel, hát akkor vannak hát újabb és újabb dolgok. Remélem előbb-utóbb a közös rendezésünk is meg fog valósulni, nagyon szeretném, nagyon-nagyon, hogy azt a Neil Simon darabot is így megcsináljuk. Tehát, hogyha neked jönnek eléd ezek a feladatok, akkor te ezeket itt teljes erőbedobással csinálod és szervezed. Hát és de csak mész. Amíg élek, aztán már hát nem. Igen, utána már nem tudjuk csinálni, hát ez teljesen így. De hát sose halunk meg, nem ezt tudtuk? Igen. Nem ezt hallottuk, tehát tőled, hogy sose halunk meg. Következő könyv? Hát figyelj, ez most már tulajdonképpen a negyedik. Így és van. Én az előzőek alkalmával is, amikor vége volt, úgy gondoltam, hogy már bocsánat a vulgáris kifejezésért, hogy írjon könyvet, akinek két anyja van. Borzasztó nehéz dolog, szóval egyrészt nagyon megterhelő, sietni kell, határidők, nem tudom, én nem vagyok író, nekem ez nem szakmám, és hát nem volt könnyű sem kitalálni, sem megszervezni, sem lebonyolítani ezt az egészet, úgyhogy én pillanatnyilag nem készülök, ha csak nem a Robi 90. születésnapjára, vagy a 100. egy következővel. Ha... Az Athénaum kiadó, ugye? Ezt az Athénaum adta ki, igen. Ugye, mert nem mindig velük dolgoztatok. Nem, azért nem, semmi nincs a hátterében, semmi bulvárra való téma. Egyszerűen azért az első három könyv az a Jaffánál jelent meg. Ez azért az Athénaumnál, mert ez egy monográfia, tehát ez tematikájában, tartalmában, stílusában, mindenében más. És valójában, amikor kerestük, hogy ki tudna, melyik kiadó lenne erre alkalmas, akkor megkérdeztük Nyári Krisztiánt, és ő mondta, hogy szerinte az Athénaum. És hát így lett. Tulajdonképpen ennyi, hogy kaptunk tőle egy kontaktot az Athénaumhoz, és én írtam nekik egy levelet, mert valójában ez egy pályázati pénzből készült valamelyest, amihez kellett egy kiadói szándéknyilatkozat. És így kapcsolódtunk hozzájuk, ezért ők a kiadó. Mi lesz a következő utazás? Mit terveztek? Akár országon belül, akár országon kívül. Mesélj, hogy hova hívták meg a Thomas Mann-t. Ja, tegnap telefonáltak, hogy most... Csak erre kiabáljuk. Ja, gyorsan visszaszívom előre. Luxemburgba. Luxemburgba. El kell menni. Hát ottani magyarok nyilván. Persze, természetesen. Hát egyébként is ti járjátok a világot az ott kinti magyarokhoz is. Ugyanúgy eljutok. Igen, főleg Svájcban, Zürichben voltunk, Dublinban. Amerikában. Hát Amerikában. Kanadában. Többször is. Hát annyira jó, hogy így tele vagytok energiával és tervekkel. És mi van olyankor, amikor elutaztok a két kutyával, meg a Lizával, a nagy tévésztárral, a macskával? De konkrétan azon, hogy mi elmegyünk, és akkor meg kell szervezni, hogy ki az, aki otthon marad cicát, kutyát őrizni, etetni. És van még két papagájunk is róluk. Csak fölveszik otthon a telefonokat. Na, a két papagájról olyan sok hír még nem jött, de két gyönyörű kecske papagáj, egy ekkora, hogy hívják ezt, ketrecben laknak, mi ez? Kalitkában laknak. És a Robi rendszeresen beszélget velük. Komolyan? Igen. És mindig jön válasz. Óriási. És te le is fordítod magad. Persze. De a szerelem az a
Liza. Liza, persze. Hát mondom, a televízióban, a videófelvételeken is ő sztár lett végül is. A Liza ott a pingpongasztalon és sokan mondják, hogy most a Grecsó mondta legutóbb. Uh-huh. Nem, aki a szintén Spiro. Szerepel. Spiro ja, ő nem legutóbb. Szerepel a könyvben, de Grecsó szerepel a könyvben, igen. Igen. De a Spiroval is találkoztunk a Déslaci születésnapján, ami nagyon szép volt egyébként, és nagyon bensőséges. És a macska sztori folytatása. És azt mi van a Lizával? Aztán mi van a Lizával? Már így jönnek. Hát nem csodálom. És milyen ez a vidéki lét? Mármint, hogy azért mégis Budapest, de mégis csak egy kicsit. Ugye hát kint. Én nem tudom, én szeretek ott lakni. Nincs közel, nem lehet mondani. Én szeretek ott lakni, meg van... vettünk egy ilyen, nekem az a kuriózum benne, egy ilyen használt Dézsa fürdőt, kérlek szépen. És az, tudod, az egy ilyen sós melegvizes. Te csak nézed. Sós melegvizes pancsi, amit most nyáron a kisfiam nem tudom honnan tudja, hogy kell, de mindesetre felújított, és most működik újra. Úgyhogy például a karácsonyt azt gyakorlatilag a Dézsa fürdőben töltöttük. Mondjuk a Robi nem, Robival csak így integettünk. Ő nem jön bele, de hát ilyenek, és ezt azért nem lehetne megcsinálni a 8. kerületben. Az biztos, az egészen biztos. És neked ez a ottani lét, mert ugye ő remekül süt, főz, ahogy látjuk. Én meg nagyon komoly szinten eszem. Igen. Meg kertészkedik, tehát gyönyörűen azok a szép virágok, én mindig nézem a képeket, meg a, de hát azok paradicsom, a kulináris paprika, élvezeteket. Ezek teremnek a kertben. És akkor te meg élvezed ezeknek. Ja, én meg mostanában kell elmozognom. Igen. Mióta volt egy kis műtétem. És az rendben vagy, teljesen tökéletesen. Kiderült, hogy nem az volt a bajom, mint amit először sejtettek. Hál' Istennek. És járkálok. Uh-huh. Tehát nagyjából egész Rákoskerttel tartom a kapcsolatot. Jó napot, művész úr, boldog karácsonyt, szép ünnepet, új évet. Szóval mindenki megszólít. Van egy buszvégállomás a Rákoskerti vasútállomásnál. Ott mindig jönnek be a buszok, és már messziről nézem, mert olyan 6-7 buszsofőrrel vagyok kapcsolatban, de 5-tel komoly köszönő viszonyban, annyira, hogyha jön a járatos busz, és meglátja, hogy gyalogolok, akkor lelassít, minden jót, művész úr, jó? Az ablakon elcsevegnek kicsit. Igen. Ez egy újabb filmnek lehetne a témája, komolyan mondom. De úgy bele is illik valahogy az ő puvárjába, nem? Az egész létezésében a Robinak. És nem üt el a busz. Hát persze, hogy nem ez, mert hogy szeret, mert ő szeretnek, nem, mert hogy mindenki helyesek. Szeret. Uh-huh. És de általában az emberek. Igen. Én nem hiszem, hogy hallottál te már valaha is bármi negatívat mondani a Robiról. Jó, ebbe bele sem menjünk most, mert éppen tegnap, de ebbe bele sem menjünk most. De szerintem az ő személyisége az annyira pozitív, és annyira szeretetet sugároz, nem csak a filmjeiben, a darabjaiban, mindenhol, hanem az élet vitelében, és ott látod ott ebben, hogy sétál, és mindenkivel jó kapcsolatot áll. Ha már, ebbe csak egy fél mondatra tényleg nem akarnék belemenni, de az, aki róla negatívat mondott, és egyébként elindított egy hatalmas cunamit, arra ő soha egyetlen rossz hangot nem szólt, soha. Hát igen, ez is azt bizonyítja, igen, hogy te tudod. Ez a magánéletnek olyan mély bugyrai. Ne is ezzel fejezzük be. Ne, negatív dologgal fejezzük be. Az igazság, hogy mi szoktunk ilyenkor így húzni különböző cédulákat, de mi tenni ketten vagytok, és sokat beszélgettünk, és kíváncsi voltam a könyvre, a jelenre, a múltra, mindenre, tehát ezt most itt nem tettük meg. Mondjál egyet, így. És kihúzzuk. Igen, azt mondja, hogy siker. Mit jelent nektek a siker? Ez a szó, hogy siker. Ez jó kérdés. Mindent. Mindent azért csinálunk, hogy a végeredmény az legyen. Ezért kelünk fel, ezért fekszünk le időben, ha lefekszünk.
És hát az a visszaigazolása annak, amit csinál az ember. A siker mindig együtt jár egy bizonyos szeretettel, és azt nagyon jó kapni és adni is. Édi? Hát, csak nagyon röviden, meg gyorsan. Nekem a szakmai életemből azért kimaradt egy jó 20 év, ami alatt, amikor én műfázigazgató voltam, és gyereket neveltem, és akkor az volt a siker. Már úgy értem, az volt a siker, hogy épp kézláb gyerekeim vannak, akik azóta művészé értek ki a saját szakmájában. Van egy színészfiam és egy látványtervező festőművészfiam. Szóval, hogy ők fölnőttek, épp egészséges emberek lettek. És most meg azt gondolom, hogy az a siker, hogy bár nyilván nem, ha ez a 20 év nem marad ki, vagy nem így élem meg, hanem kicsit másképp, akkor lehet, hogy nem ott tartanék, ahol tartok, de akkor nem lennének ők, és nem így, és nem tudom. Tehát most meg azt gondolom, hogy tulajdonképpen minden nap siker, hiszen ebben a pillanatban pont ott vagyok, ahol kislányként mindig is lenni szerettem volna. Amellett úgy azokat a munkákat végezve, rendezve, írva, rádióban dolgozva. Szóval ez az. Hát további sikeres évtizedeket kívánok mindkettőtöknek. Viszont kívánok. Köszönöm. Kedves nézőink, a Színtér mai vendége Gál Ildikó és Koltai Róbert voltak. Elköszön a szerkesztőműsorvezető, Linka Ágnes.